A szakképzési rendszer átalakításának célja, hogy hatékonyan tudja kielégíteni a munkaerőpiaci igényeket. Ennek érdekében szakképzési centrumokat hoztak létre, amelyek feladata az intézmények hatékonyabb munkájának elősegítése. Az idei tanévben kezdi meg működését a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az országban 44 hasonló központ alakult július 1-én. A Nyíregyházi Centrumhoz 10 tagintézmény kapcsolódik, 8 nyíregyházi, egy tiszalöki, valamint egy tiszavasvári szakközépiskola. Az új rendszerben a szakképzési centrumok szakmai és gazdálkodási önállóságot, a szervezeti egységként működő iskolák pedig részleges gazdálkodási önállóságot kapnak. Az új központ feladata az intézmények hatékonyabb, összehangoltabb munkája. Elősegítése és a térség munkaerőpiaci igényeinek maximális kiszolgálása. Erre minden iskolában egy gyakorlati oktatásszervezőt jelölnek majd ki. További változás, hogy a szakképzési törvény módosítása lehetővé tette, hogy felnőtt oktatással is kiegészüljenek a szakképző iskolák. Így ezentúl egy második képzésen akár munka mellett ingyen tanulhatnak majd a diákok. Vendégünk a stúdióban a Nyíregyházi Centrum vezetője. Jó estét kívánok, kezdjük csokolom. Hát kezdjük akkor talán ott, hogy bár itt a bejátszásban már elhangzott, de igazából mi indokolta ennek az új, nem tudom, intézménynek a felállítását? Igen, tehát ez egy köznevelési intézmény, tulajdonképpen egy iskola. Az országban 44 ilyen szakképzési centrum jött létre, amely teljes egészében illeszkedik a köznevelés rendszerében. Tehát ez az intézmény az, amelyik OM azonosítóval rendelkezik, és a hozzátartozó iskolák, a tagintézmények, amelyek a szó nemes értelmében tagintézmények, hiszen azt mondtuk, és a bevezetőben is hangzott el, hogy nagyobb önállósággal fognak rendelkezni. Tehát annyiban más ez, hogy az intézmények élén nem tagintézmény vezető, igazgató és teljes szakmai önállósággal rendelkezik, és hát a most készülő SMS-ünkben én nagyon remélem, hogy olyan jogosítványokat fognak kapni az intézmények vezetői, a jelenlegi igazgatók, hogy valóban önállóban fognak tudni működni. Ugye korábban is már többször beszélgettünk arról, hogy a szakképzés átalakításakor ugye az elsődleges cél az, hogy minél több gyakorlati ismeretre tegyenek szert a hallgatók, a tanulók. Ezt hogyan lehet megvalósítani, vagy mondjuk ez az intézmény hogyan tudja ezt elősegíteni? Erre vannak-e már mondjuk kezdeményezések? Igen, én úgy gondolom, hogy a szakképzési centrumok létrehozásának az volt a nagyon fontos szerepe, hogy valóban munkaerőpiaci igényekre épülő szakképzés legyen, és ezt az állami feladatot, mint szakképzést ezek a centrumok lássák el. Természetesen ugye abból kell kiindulnunk, hogy szorosabbra kell vennünk a kapcsolatot a munkaerőpiaci partnerekkel, a gazdálkodókkal, hiszen ők fogják tudni megmondani nekünk, hogy milyen szakembereket kell képeznünk, és hát a másik dolog, amiben én úgy gondolom, hogy a kereskedelmi és iparkamarának van nagyon komoly szerepe, ez a duális képzés bevezetése, vagyis az, hogy a 9. évfolyamot követően ezek a tanulók kerüljenek ki a munkahelyekre, ott történjen ez a gyakorlati képzés, és valóban élőben tapasztalják meg azt, hogy az egyes munkafolyamatokat, a szakmához, a mesterséghez szükséges munkafolyamatokat ott tudják elsajátítani, és hát a szó nemes értelmében a mesterektől. Hogyha már a munkaerőpiaci helyzetnél tartunk, akkor egyébként mit lehet elmondani a megyére, vagy arra a területre, amit ez a centrum lefed? Ugye én úgy tudom, hogy Nyíregyházáról vannak benne intézmények, Tiszavasváriból és Tiszalökről. És hogy mondjuk ebben a térségben melyik az a, nem tudom, ág, a gazdasági ágazat, akár iparmezőgazdaság, amiben elsődlegesen lehet gondolkodni. Tehát van-e ilyen felosztás, ahogy tetszik, hiszen sokszor beszélünk arról is, ugye, hogy az ipari nagyberuházások általában az ország másik végén vannak. Tehát itt miben tudunk gondolkodni a megyében? Igen, tehát visszatérve a kérdés első részére, valóban az egyik legnagyobb centrum, ez a Nyíregyházi centrum, és 8 nyíregyházi iskola tartozik hozzá, valamint a Tiszavasvári és a Tiszalöki iskola. De én úgy gondolom, hogy az egész megyére gyakorlatilag ki kell, hogy fejtsük a hatásunkat, de szeretném megemlíteni a másik két centrumot, tehát az egyik Kisvárda és a harmadik pedig Mátészalkán van, és azt is szeretném elmondani, hogy együtt működünk, tehát mi azért egyeztetünk egymással. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos feladat, hogy szorosabbra vegyük a kapcsolatot, és valóban kapjuk meg az igényeket. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mi a reális dolog, tehát ki az, aki ma
azt mondja, hogy ő meg tudja mondani egy 5 évre, mire valójában, vagy 3-4 év, amikor ezek a gyerekek végeznek, mire lesz szükség. Azt mondom, hogy az idős, de arra 2-re kedünk, hogy valóban ezt megmondjuk. Hát a regionális fejlesztési és képzési bizottságok minden évben meghatározzák, hogy melyek azok a szakképesítések, amelyek leginkább hiányoznak ebből a térségből. Tehát itt a gépész szakmacsoportba, ágazatba tartozó képzések azok, de például most idén én örülök neki, hogy a női szabó, tehát a könnyűiparba lévő szakképesítések között is van olyan, amely fontos és képeznünk kell. Igen, és említette a felnőtt oktatást, amit én nagyon fontosnak tartanék, és egy új dolognak, hiszen azt hiszem, hogy épp ma indult egy országos kampány, amely éppen a szakképzési törvénynek ezt a nagyon jelentős módosítására hívja fel a figyelmet, hogy azok az emberek, akik második szakképesítést szereznének, vagy pedig éppen arra vannak ráutalva, hogy szerezzenek második szakképesítést, ingyen hozzájuthatnak ehhez a szakképesítéshez, és én szeretném is felhasználni a lehetőséget, hogy keressék a Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak az oldalát, a hozzátartozó intézményeknek a weboldalát, és mi is fogunk hirdetni, illetve szórólapokon keresztül megkeressük majd ezeket az embereket, hiszen én úgy gondolom, hogy az, aki most esetleg munkanélküli, vagy nem vették fel felsőoktatási intézménybe, vagy éppen arra kényszerül, hogy egy másik szakképesítést szerezzen meg, megteheti és ingyen beülhet az iskolapadba esti levelező képzés keretében, és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum több ilyen képzést is indít az elkövetkezendő időben. Tehát, ha jól értem, akkor gyakorlatilag van egy olyan célja ennek a rendszernek, hogy eleve a munkaerőpiac igényeinek megfelelő képzéseket indítson, de arra is lehetőség van, hogyha a piacon megjelenik valamilyen lehetőség, amiben szakemberekre van szükség, akkor nagyon gyorsan esetleg átképzésekkel, akár felnőttek átképzik magukat, és ki lehet elégíteni ezeket az igényeket. Igen, én azt mondanám, hogy az a humán erőforrás, az az infrastruktúra, amelyik ott van ebben a 10 intézményben, azt arra kell felhasználni, és ezt várják el tőlünk, tehát az alapító nemzetgazdasági miniszter is azt várja el, hogy mi legyünk azok, akik ezt az állami feladatot ellássuk, és minden területen, és akkor itt különbontom, hogy egyrészt iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül is, tehát a felnőtt képzésbe is szeretnénk még jobban bekapcsolódni, bár az elmúlt években itt már vannak ilyen irányú tapasztalataink, és az újdonság pedig ez a felnőtt oktatás. Tehát az, hogy minden, ami szakképzést, azt fogja egy kézbe a szakképzési centrum, vagy a szakképzési centrumok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egyébként hogy tapasztalják a munkaadók, mennyire veszik igénybe mondjuk ezt a fajta lehetőséget, hogy akár igényeket közvetítsenek a szakképző intézmények felé, sőt, akár mondjuk felajánlják azt, hogy akár a gyakorlatba besegítenek, tehát ott a helyszínen esetleg fogadnak tanulókat. Hát igen, mi nagyon frissek vagyunk, tehát július 1-től él a szakképzési centrum, de én azért szakképző iskola igazgatója voltam eddig is, tehát azért van erre rálátásom. Én úgy gondolom, hogy az iskolák, mind a két félen múlik. Az iskolák zömének nagyon jó kapcsolata van a gazdálkodókkal, nyilván aki kereskedelemben van, ők azokkal, aki a műszaki területeken, és én azt hiszem, hogy itt is a kamarát említeném, hogy az ő segítségükkel, azért mi igyekeztünk szoros kapcsolatot kialakítani ezekkel a gazdálkodó szervezetekkel. Én úgy gondolom, hogy egyre nagyobb igény van, és a jogszabályi környezet változása is elősegíti azt, hogy ezek a gazdálkodók akarjanak tanulót, ösztönözve is vannak, akarjanak kivinni tanulót. Mi pedig azt szeretnénk, hogy szoros kapcsolat legyen, és tudjunk segíteni egymásnak, hiszen ugye az elméleti képzést, amelyet zömében az iskola végez, és a gyakorlati képzésnek azért szorosan összhangban kell lenni, tehát együtt kell, hogy működjünk. És én nagyon bízom abban, és mindent meg fog tenni azért, mint főigazgató, hogy minden gazdálkodóval fölvegyük a kapcsolatot, illetve új kapcsolatokat létesítsünk, és valóban térképezzük föl azt, hogy ki az, aki szívesen fogad tanulót, kik azok, akik reális munkaerőpiaci igényt kérnek, és kik azok, akik úgy gondolják, hogy nekik most éppen át kell dolgozókat képezni, akkor mi állunk rendelkezésükre, legyen az felnőtt oktatás, felnőtt képzés. Említette, hogy egy friss intézményről, vagy egy friss alakulatról van szó, mi most a legfontosabb feladat, és hogy kezdi meg majd a működését maga, hát a rendszer. Már megkezdte, hiszen július 1-től dolgoztunk, és mi a nyáron sem pihentünk. Én két csoportra osztanám a feladatainkat, az egyik ugye a Klebesberg intézmény fenntartó központhoz tartoztak ezek az iskolák, és hát az egyik fontos dolog az átadás átvétel folyamata. Ugye én említettem már, hogy a nemzetgazdasági minisztériummal fenntartunk, és van egy középirányítónk, a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal. Egyrészt országosan ők és a Klebesberg intézmény
Intézményfenntartó Központ csinálja ezt az átadás-átvétel folyamatát, de a nyíregyházi tankerülethez tartoztunk, tehát nyilván itt helyileg nekünk is vannak ebből adódóan feladatunk. A másik pedig egy új szervezet létrehozása, tehát azt mondtam, hogy ez nagyobb önállóság. A szakképzési centrumok önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szervek, tehát egyrészt jelent ez egy szakmai önállóságot, de felelősséget is egyben, és egy gazdálkodási önállóságot is, amelyik remélem, hogy lehetőséget fog biztosítani arra, hogy itt a 10 iskola között akár a humán erőforrás, akár az infrastruktúrális feltételeknél tudjunk gazdálkodni, átcsoportosítani, esetleg ha nincs ki a pedagógus órája az egyik iskolába, akkor átteint a másikba, de ha még pozitívabban akarok erről beszélni, akkor ha az egyik iskolának egy jó mérnök tanára van szüksége, és ott éppen nincs, de a másik iskolában van, akkor itt már mindenkinek a munkáltatója a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Nagyon szépen köszönjük az információkat, sok sikert akkor a centrum működéséhez, és reméljük, hogy minél inkább ki tudják elégíteni a munkaerőpiaci igényeket. Köszönöm szépen.